A becsület szeretete magában oly szép, a haszonkeresés ellenben olyan alacsony érzésekkel van összekapcsolva, hogy senki sem merné nyilván kimondani, hogy a haszonért többet volna tenni kész, mint a becsületért. Sőt, azt állítaná ki hogy becsületből ezerszer többet kész cselekedni, mint haszonhajházásért. Minden nemes érzésű ember így gondolkodik. Széchenyi István Nyari hó, üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcs, én ez pedig itt a Zsoltám Youtube csatorna. Amikor ez a videó kikerül, akkor, euh, akkor lenne anyukámnak az 59. születésnapja, ugye? Igen, az 59. születésnapja, úgyhogy Isten éltesse anyuka, ez minden évben ez a nap, ez egy kicsit komótosabb, szomorúbb nekem, amióta nincs velünk anyukám, de, de úgy döntöttem, hogy most, most ilyen szomorkodás helyett inkább melóval elterelem a gondolataimat, és hát hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek vannak is olyan témák, amiről azt gondolom, hogy, hogy beszélnünk kell. Mert hogy, mert hogy ami történt, az... Tudjátok, hogy nézem nagyon sokszor a fókuson, sőt, igazából minden videójukat megnézem a fókuszcsoportos srácoknak, és hát ez most sem volt másképp, nyilván földobta a új videó, rákattintottam, és most tulajdonképpen nekik köszönhetően kell epét hájnom. Epét hájnom olyan emberekre, akik, akik közül van, akit még kifejezetten kedvelek, és sőt, igazából ö, nem gondoltam volna soha, hogy egyszer majd leülök, és az ő nevüket egy ilyen ö, videóban meg fogom említeni, de hogy, de hogy vannak bizony olyan dolgok, és vannak olyan döntések, ami a, a, azt gondolom, hogy amiért nem jár amnestia. És, és ez, most, ez most olyan. Ugyanis történt az, hogy a kormány propaganda sajtó, a kormány propaganda média az origó elkezdett bekebelezni influencereket, Nyilván látták, hogy most már az időseket ö, abszolút rá lehet venni bizonyos cikkekkel, meg egy zsák hogy ö, hogy a jelenlegi kormányra szavazzanak. És úgy voltak vele, hogy, hogy a fiatalok irányában is. Mert nyilván látták, hogy a fiatalok gondolkodnak, van nekik az internetjük, és akkor látják, hogy különböző országokban máshogy is működik, nem csak úgy, ahogy nálunk. És nyilván most be akarják vonni a fiatalságot is, mert mert, mert azt látják, hogy a jelenlegi szavazók, ugye a jelenlegi Fidesz szimpatizások, ők rövid időn belül nyilván meg fognak halni, mert hogy elég idősek és szeretnék egy kicsit frissíteni a fiatal szavazóbázist. Ö, nem hiszem, hogy egyszer sikerülni fog, tehát hogy az van, hogy az Origón az az az, az ember, aki már, aki már, ö, hogy mondjam, tehát a fiatalok, a felvilágosult fiatalok tényleg, akiknek a, a világháló mint olyan ott van varázserőként a kezébe, az pontosan látja a, a, a másik példát is az Origótól függetlenül, tehát őket már szerintem megvezetni nem tudják. De ami mégis nagyon szomorú, hogy, hogy olyan emberek álltak be kampány, ebbe a kampányba, akikről nem gondoltam volna, hogy ezt megteszik. És, és vérzik a értük Mert, mert, nem, mert ezek után nem vállalhatok velük közösséget. Ezek után nem tekinthetek rájuk úgy, mint, mint értékes tartalomgyártóra, mint, mint értékes emberre. És tudom, hogy ezek a bírálatok, ezek most nagyon-nagyon súlyosak, de, de ők viszont bele sem gondoltak abba, hogy pár százezer vagy millió forintért most konkrétan ők eladták a lelküket. Tehát ez tipikusan az, amikor a lelkedet eladod. És nem arról van szó, ha 4 4 nek tették volna meg, vagy, vagy bárki másnak, az sem lenne szimpatikus félreértés, ne essék. Mert feltenném a kérdést, hogy ezt hogy. Mert hogy azt gondolom, hogy, hogy az egyik propagandalap sem jobb a másik propagandalapnál. Kezdem már azt érezni, hogy a bulvárlapok jelentik nekem az igazi kikapcsolódást, mert hogy ott még viszonylag kevés a politika. Kivéve ugye a borsnál, mert a bors az például ö, rendszeresen csinál, ugye ők nem hozzák le különböző ö, egy kanapés beszélgetéseimet, mert olyan ember van benne, aki politikailag nem megfelelő. Tehát, hogy, hogy a borsnál azért van rengeteg politika, de, de a többinél azt mondom, hogy, hogy azért elvétve, és, és bulvár szempontjából tökre megállják a helyüket. Na de, az origóra visszatérve, miért baj az, hogy valaki origót reklámoz? Mit tudunk az origóról? Az Origo az az újság, aki a tavalyi évben a legtöbb helyreigazítást kellett közölnie. Ez azt jelenti, hogy az Origo az az online platform, ami az elmúlt évben a legtöbbet hazudta. Konkrétan le kellett azt írniuk, hogy XY-ról valótlant állítottunk, amikor azt mondtuk, hogy TUVZ. Érted? Tehát, hogy ez nagyon durva. Egy újság, ami ez... Aminek, aminek igazából két hetente valamit helyre kellett igazítani a tavalyi cikkeiből. Azért az elég meredek. És, és akkor mondjuk azt, hogy jó, lehet, hogy ez, mondjuk azt, hogy nem szándékos, legyünk naívak. Ugye volt a Black Lives Matter, amire minden egyes influencer gyűjtötte a lájkokat a kis fekete képekkel. Most azt én nem tudom megmondani, hogy azok az influencerek, akik így felelhetőek, hogy most éppen a, az origó pénzeli őket, hogy hirdessék az origót, hogy ők kitették a Black Lives matter de van egy olyan sejtésem, hogy, hogy, valószínűleg ők is, ők is állást foglaltak ebbe az ügyben. Hogy lájkokért vagy nem lájkokért, ö, azt nem tudhatom, vagy hogy egyáltalán állásfoglalatok ebben az ügyben, azt nem tudhatom, viszont ha, ha igen, akkor, akkor ismételten van egy rossz hírem, ugyanis az Origo a leg, leges-legdurvább migráns ellenes ö, online portál, ami a választások idején ö, elképesztő mennyiségű, de tényleg tehát valami hihetetlen mennyiségű migránshozó cikket hozott le és szerintem tehát már olyan szintig fajult, és akkor ugye itt felmerül a kérdés, hogy ugye Black Lives Matter meg All Lives Matter, hogy akkor mindenki érete számít, a migránsok annyira nem merők, ők ugye az origó szerint tulajdonképpen a, a, hát hogy is mondjam hogy fogalmozzam, nem ők írták ezt, én mondom, de szerintem ők szerintük a, a világ lépfenéje a migráció. És és nagyon durvas. 2014-ig az Origóval talán nem is volt semmi probléma, és 2014 után voltak ott a, a nagy változások. Egészen odaig jutottunk, hogy én már letiltottam az Origót két éve. Én nem látok bejegyzést az Origótól a, a Facebookon, csak azokat a bejegyzéseket látom, amiket valaki elküld nekem. Az Origó soha nem fél hazudni, az origó nem fél ferdíteni, csúsztatni, más színben fent feltüntetni, és, és még egyszer mondom, ha ezt a baloldal irányába tenni, tehát hogy ez nem a kormány irányába lenne ez a segnyalás és ez a propaganda, az is ugyanannyira gáz lenne, és az is ugyanannyira zavarna. És persze most itt mondhatod, hogy a Gyerbencétől mit várunk, mert hogy, mert hogy tényleg minden forintért lehajolunk van jelenleg. De hogy, de hogy én az Erbencét egyébként kedvelem, mert mondjuk egy jó humorus srác A tartalmaival kapcsolatban vannak aggájai, erről én beszéltem már vele, és azt is elmondtam, mert hogy a, volt arról szó, hogy, a, hogy, hogy, ő, hogy őt meghívom ide, aztán végül ez nem történt meg, de hogy... De hogy én már akkor elmondtam neki, hogy ezt tudnod kell, Bence, hogy hiába ülünk le beszélgetni, és van egy közös videónk, attól függetlenül még, hogyha fasságot csinálsz, ugyanúgy beszélni fogok róla eljött ez a pillanat. Aztán számomra az egyik legnagyobb csalódás az ADA. És tudom, persze gyerekeket kell nevelnie, családot kell fenntartania, de kérdem én, mennyi az az összeg, amiért bele tudsz nézni a tükörbe ezek után, és egy ilyen oldalt ö, konkrétan reklámozol, népszerűsítesz, népszerűsítesz egy olyan oldalt, ami végig hazudta a tavalyi évet. Te a hazugságot pártolod. Te, te, azt, azt pártolod, hogy félrevezetnek embereket. Csalódtam az adában. Ott volt Anfield. Anfield ott is egyébként vele is, vele is terben volt közös videó, aztán most éppen megbeszéltük, hogy neki nem történt semmi újdonság az életében. de tudod, ezek után, ezek után, ezek után... Hogy, hogy, hogy beszélgetnék nyugodt szívvel az anfield amikor, amikor tudom, hogy, hogy, hát itt konkrétan pénzre váltotta a becsületét. És hát ugye ott van persze Dezsőni Markó Rebeka, aki egyébként, egy kicsit az lepett meg, hogy nem a Dezső Bence reklámozza ezt a dolgot, mert őtőle még szerintem talán hiteles lenne a, 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 az origónak a, a, a terjesztése. Ö, hát, de hogy is mondják, hogy madaratolláról, emberbarátjáról, vagy barátnőjéről, vagy ilyenek. Most éppen ezt füzet. És, és bele sem gondolnak, hogy hogy közben tényleg egy olyan oldalt, egy olyan irányt, egy olyan portált reklámoznak, ami kifejezetten a, a, a jobboldali kormány propagandájára épül, emberi életeket tesz tönkre, meghurcol, meg megaláz, és ők ezt, ezt a portált... Érdetik. És akkor ott van a gerencsértémi, akire nem tudom, hogy kicsoda, és még most sem tudom, gondolom, hogy egzatlan játékos, nem tudom, bocsánat, nem néztem annyira utána, de, de, de ott, ott, ott volt még ő is. Ránézve az Instagramjára, a kislány egy, egy, egy hirdető tábla, tehát hogy ott, ott, szó nincs arról, ott minden egyes mosoly értékáló magyar forintért történik. Tehát, hogy, 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 hogy azt én értem, őt nem ismerem benne csalódni, nem tudtam, most hogy kicsoda, most se tudom, hogy kicsoda. Ettől függetlenül a követő száma alapján ezt, ezt megengedni magának, hogy, hogy a kormány propagandát egy, e, e, így tolja bele az arcunkba. És tudod, jöttek ezek a nagyon természetes képek, hogy egy kávé mellett origót olvasok, mindig jut időm el olvasni az origót. Eddig ezt miért nem láttuk, hallottuk, tudod? tehát hogy... Hogy, hogy nagyon furcsa, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg pénzt, hiszen az origó ugye a, a mi pénzünkből tartja fönn magát. Tehát, hogy, hogy nyilván az adó, adófizetők pénzéből rengeteg pénzt tudtak most beletömni Erbence x xyz nek a zsebébe, csak kérdem én, hogy, hogy ezt hogy vállalhattátok el, srácok? De komolyan. Politikától függetlenül mondom. Már mennyire lehet bármit és politikától függetlenül mondani, abban az esetben, amikor ő, nagy elérés generáló, influencerekkel reklámozzák a, a, a fidesz Gáz. Gáz. És akkor így már értetek egy kicsit, tehát hogy ugye volt a CEU, az Index, most az SFE, aztán már fiatal influencerek propagálják nekünk a, a, a kormány sajtót. É... Nem tudom, hogy ma hova fog ezt kiukadni egyre inkább azt érzem, hogy kell egy, kell bőrön, amiben vész esetére minden össze van pakolva, és meg tudok pattanni ebből az országból, mert, mert hogy mindent bekebelez. Mindent, mindent bekebelez a politika, mindent bekebelez, és, és olyan ellentéteket szül, hogy, hogy benne most rossz érzés van, hogyha a Patrikra, az Anfieldra gondolok, mert, 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 mert számomra egy csalódás. Mert én azt hittem, hogy az a srác, ő benne van annyi tartás, van annyi intelligencia, hogy azt mondja, hogy, hogy, köszönöm szépen, nem pénz, sok pénz, de akkor ezt inkább megszerzem tisztességesen. A... Basszus! Durva! Durva. Nyilván ők nem gondolták, hogy, 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 még az ő követőjük is gondolkodnak, és még az ő követőjük is beállnak a sorba, és egyébként az adához még a fluorotom is oda kommentált, hogy szomorú azért ez nagyon durva. Nagyon durva látni, hogy, hogy ennyi ember azért mégiscsak tisztában van azzal, hogy most jelenleg mi történik. Viszont ez nagyon-nagyon fura, hogy akkor ezek szerint ezek az influencerek meg nincsenek. Vagy tényleg ér ennyit? Tényleg ennyi pénzt kaptak? Mert én nem tudom, mennyi, mennyi az a... Írjátok meg kommentben, mennyi az a pénz, amiért origót tudnátok reklámozni? Komolyan kérdezem, mennyi, mennyi az a pénz, amiért Orbán Viktor a, 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 a legnagyobb államférfi itt az országban, a legjobb döntéseket hozó államférfi? Mennyi az a pénz, amiért két, két és fél hetente hazugságokat kell helyreigazítani, a, 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 az újságban mennyi, mennyi az a pénz. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Szomorú, még egyszer mondom, szomorú, és, mert hogy Magyarországon az influencer sajnos ezt jelenti, hogy, hogy 3 forint 20 ér az anyámat eladom, tudod, meg 3 forint 20 ér tulajdonképpen még a babis hús. Szerintem az egyetlen egy érthető, megindokolható és elfogadható cenzúra egy csatornán a politika semlegesség. Ö, az én csatornám az annyira nem semleges a politikától és már ezt láttam, hogy írjátok a kommentben is de igazából a politikai nézeteim az az eléggé én központúak tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem, nekem az a jó kormány ami biztosítja azokat a jogokat amiket mindenki másnak Ö, ettől függetlenül Propaganda sajtóval nem értek egyet, és ha te még fiatal vagy, akkor nézzél utána, hogy a szocializmusban ez pontosan hogy működött a, a, a propaganda, a propaganda filmek, hogy, hogy ezek, ezek hogy néztek ki, amikor egy ilyen teljesen mutatott, művi, berendezett világban ő, forgattak dolgokat, és készültek képek, és rádióbeszélgetések, és, rádió és akármik tehát, hogy, hogy, amikor minden megrendezett volt, és ezt próbálták lenyomni az emberek torkán, és az origoszt ugyanezt csinálja tulajdonképpen, csak sokkal gátlástalanabbul, és, és egyelőre büntetlenül. Hát ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, iratkozzatok fel, hanem akkor is igazából tök mindegy. Itt origó reklám nem nagyon lesz, de én sem, ne aggódjál. Kíváncsi vagyok a véleményedre, írd már le kommentben, légy, tényleg. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!